Belépve a Mudrány kúria ajtaján, azonnal az az érzés keríti hatalmába az embert, hogy de jó, hogy nem engedték lepusztulni ezt az épületet. Ráadásul sikerült úgy korszerűsíteni, hogy az otthonosság érzése megmaradjon. Olyan érzésünk van, hogy de jó lenne itt lakni. Az épületet a 18. század végén emelték, már a pontos évszám nem maradt fenn. A kelet-magyarországi nemesi kúriák jellemző stílusjegyeit viseli magán. Az épületet a Mudrány család építette, akik borkereskedelemmel foglalkoztak. Kúria késő barokk stílusban épült. Az épület történetéről is nagyon keveset tudunk. A Mudrány család első ismert szabolcsi tagja Mudrány János, aki házasság révén telepedett le Szabolcson. Felesége a bárcai Bárci családból származó Katalin volt, az ő révén jutottak a kúriához. Az épület Mudrány János második fia András révén öröklődött, aki az épületet halála után a református egyházra hagyta. Az épület alaprajza szimmetrikus. Haránytengelytől jobbra és balra azonos nagyságú és elrendezésű helyiségek sorakoznak. Kívülről jobbra és balra a konyha és a kamra állt a 19. században. Belépve a zárt előtérbe, jobbra és balra a férfi, illetve a női háló található, amelyből ajtó vezet a férfi és a női nappaliba. A férfi háló érdekessége, hogy a 20. században, amikor református parókiaként szolgált az épület, a mennyezetet díszítő freskókat a szemérmes papné lekapartatta, nehogy a magyar történelem nagy alakjai, véletlenül Géza fejedelem, Nagy Lajos király és Szabolcs vezér mesztelenül láthassák a fürdőző nőt. A többi szoba, hála Istennek, megúszta. Más és más kerettel körülvett, színes mennyezet négy sarkában a magyar történelem legnagyobb személyeinek portréit tárulnak szemünk elé. A freskók készítőjéről, a festés időpontjáról még a mai napig nincsen semmi adatunk. A szobánként változó színezésű, sőt, különböző mesterségbeli tudással készült képek korát is nagyon nehéz meghatározni. A tulajdonos eszmei elkötelezettségét hirdetően a hunuralkodók, Buda és Attila, a honfoglaló magyar fejedelmek, Álmos, Árpád, Zsolt és Taksony, valamint királyaink sorakoznak. Szent István, Szent László, II. András, IV. Béla, Mátyás király, Szapolyai János. Érdekesség, hogy a férfi nappali egyik freskóhelye is üres, ott III. András képe állt, de amikor bombatalálat érte az épületet, akkor az megsemmisült. A kúria legnagyobb terme az ebédlő, az a helyiség, ahol az a híres ebéd elköltetett. A legenda szerint 1928-ban Móricz Zsigmond vendégeskedett itt a helyi református lelkész meghívására. Ízletes, sokfogásos és sokáig tartó ebéden vett részt, amelynek emlékére írta meg Ebéd című novelláját. Csak hogy a novella végét egy haláleset árnyékolja be. A csordást egy bika felökleli és megtiporja, aki ugyan él még, mikor a ház kertjébe érkezik egy salogján fekve, azonban ott meghal. Erre a házigazda csak annyit mond, az Istenit ennek a csordásnak, ennek is így kellett parádéra csinálni. Elrontotta az ebédet. Ez az 1930-ban megjelent novella hatalmas felháborodást keltett a helyiekben. A leírás alapján könnyen azonosítani tudták az ebéden résztvevőket. A házigazda, Tomori Dezső, akire a novella szerint az utolsó nem éppen emberséges megjegyzést tette, tagadta, hogy ilyet mondott volna, és beperelte Móriczot. A bíróság viszont úgy döntött,
hogy az alkotói szabadság fogalmába belefér az írás, ezért nem büntették meg az írót. Egy biztos, Móricz Zsigmond soha többé nem jött Szabolcs településre. Már az idézett történet idejében is a kúria a református egyház birtokában volt. 1977-ig parókiaként és szolgálati lakásként funkcionált. Ekkor Körtvényesi László református lelkész elérte, hogy múzeumként hasznosítsák az épületet. Az alapos feltárás után 1980-tól a Nyíregyházi József András Múzeum képző és iparművészeti gyűjteménye egy részének enteriőrszerű bemutatására szolgál. Jelenleg önkormányzati tulajdonban van. Négy termes enteriőr kiállítás található a kúriában, mely a 19. század végi és 20. század elejé köznemesség kultúráját és tárgyi emlékeit kívánja bemutatni a nagy közönségnek. Az itt bemutatott kiállítás a 19. századi vidéki nemes élet mindennapjait, keretét, tipikus lakáskultúráját mutatja be. Ez a térség egyetlen korhűenbe rendezett nemesi udvarháza, amely olyan atmoszférával rendelkezik, hogy benne megnyugszik a lélek. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.